De Magyarországnak az a célja, hogy Európa termelési központja legyen, és most egy kínai vállalat döntése segít minket közelebb ehhez a célhoz. Az ETM és Magyarország együttműködése most már gyakorlatilag 10 évre nyúlik vissza, és ennek az együttműködésnek a legnagyobb sikerét ünnepelhetjük most. Az ETM úgy döntött a világ negyedik legnagyobb mobiltelefongyártójaként, hogy egy európai jelentőségű beruházást hoz Magyarországra, hiszen Budapesten fogják működtetni az európai mobiltelefon javító központjukat. Most így első lépésben 1 millió eurós befektetésről és 50 új munkahelyről van szó az év végéig, és az a terv, hogy a hosszú távon ezt egy 10 millió eurós beruházást. Közelmúltban talán két hete ünnepelhettünk egy másik sikert, amikor a Huawei úgy döntött, hogy logisztikai központot hoz létre Budapest mellett, és gyakorlatilag az európai exportjának a központjává teszi Magyarországot. A OneHua folyamatosan bővíti a tevékenységét itt Magyarországon, de hogyha a keleti nyitást bővebben nézzük, akkor még ezen a héten ünnepelhetünk egy sikert majd, amikor egy magyar cég újabb lehetőségeit jelentjük be az arab piacokon.